Szeretettel és ünnepi hangulattal telt meg szerda délután a Hímerház, hiszen az Alba Régia Nyugdíjas Egyesület idén is megtartotta hagyományos karácsonyváró eseményét. Ilyenkor az időseknek jól esik a törődés és pár jó szó, mondta el az egyesület vezetője. Mindig van egy-két vállalkozó szellem, aki szeret szavalni, vagy énekelni, vagy közösen énekelgetünk egy kicsit, egy pici kis sütivel, kis szendvicssel megvendégeljük egymást, sütünk kis süteményt, és olyan tulajdonképpen kellemesen töltjük az időt, mivel hát idősek vagyunk, mindenkinek jól esik egy jó szó, vagy hogy beszélgethet meg, hogy együtt lehetünk. A Nyugdíjas Klub egyik elhivatott támogatója, Szabó Bakos Györgyné, a belvárosi városrész önkormányzati képviselője, minden évben segíti az egyesületet. Minden évben jövünk, minden évben meghívnak bennünket a kis évzáró karácsonyi ünnepségükre, műsorral készülnek, vendégül látnak bennünket, mi is egy kis ajándékot hozunk. Hát nem sokat találkozunk évközben, úgyhogy legalább ezt a decemberi egy évzáró rendezvényükön mindig jelen vagyunk. Szabóné Miklós Eszter, a Nyugdíjas Klub aktív résztvevője, 10 éve foglalkozik a költészettel, és természetesen erre az alkalomra is készült 3 verssel. A klub tagja vagyok, és a klub kért meg engem azzal, hogy most advent alkalmából állítsak össze egy 10-12 perces műsort, és akkor úgy megpróbáltam úgy átgondolni, hogy főleg adventtel kapcsolatos legyen. Az ünnepségen Lerner Zsolt alpolgármester köszöntötte a megjelenteket, akik Varga Tamás országgyűlési képviselő ajándékát is átvehették.